Következő videóanyag egyesek számára a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmazhat. Egyes országokban tiltott önkényuralmi jelképek jelennek meg. Ezen jelképek megjelenítése kizárólag oktató, ismeretterjesztő célból történik, és a videó alkotója elzárkózik a jelképekkel negatív kontextusban társított eszméktől és azok képviselőjétől. Szevasztok, huligánok! A komoly bevezető után nem kevésbé komoly, de azért picit lazább témával fogjuk folytatni. És ez nem más lesz, mint hogy a War Thunder realisztikusságát fogjuk ismét górcső alá venni. Realisztikusság alatt értem azt, hogy mennyire tud realisztikus lenni, és mennyire lehet realisztikus. Értjük itt a magát, a mechanikát, a működést, illetve olyan történelmi vonatkozásokat, amelyek elkerülhetetlenek ebben a játékban. Elsőképp vegyük górcső alá, mint ahogy említettem, magát a War Thundert. A jobb alsó sarokban láthatjátok, hogy a korhatár meghatározása az 12 éves. Hogyha mondjuk megnéznétek az enlistedét, az 18. Mi a különbség a két játék között? Hát, mint külső szemlélő, most már mint családapa, én is látom azt, hogy mik azok a szempontok, amik alapján esetlegesen besorolják, de amúgy erre van is egy segítség, hiszen az a PEGI 12 az maga ennek a nemzetközi korhatárbesorolásnak egy ilyen információs oldala, magyar nyelven is elérhető, és itt el tudjátok olvasni, hogy ebben mi tartozik ebbe a 12-be. Ebbe képzeletbeli szereplőkkel szembeni erőszakot kicsi grafikusabb formában mutatják be, vagy nem realisztikus erőszakot tartalmaznak emberszerű szereplőkkel szemben. Szexuális célozgatás vagy pozolás jelen lehet, de trágár beszéd ebben a kategóriában csak enyhe lehet. Na most, ami biztos nincs, az a trágár beszéd, hiszen a legénységeink nem szokták bémegekkel megtüzdelni a mondókájukat, illetve szexuális kontextusban sem hiszem, hogy tudjuk helyezni a játékot, ha csak nem az egyik tank a másiknak a csövébe beletesz valamit, na mindegy. A korhatár besorolás ott dől el, hogy mit mutat a játék. Ez a játék, ha megnéztétek és tapasztaltátok a hosszú évek során, vagy csak éppen pár hónapja, vagy pár napja, ebben a játékban nem meghalnak a legénységi tagok, hanem eszméletlen, vagy pedig harcképtelenné válnak. Tehát már itt van egy olyan, hogy nem a halált képviseli, hanem csak egy eszméletlenségi állapotot. Ezt az enlistedben például nem tudják úgy visszaadni, hiszen mondjuk ha beleeresztesz egy egész tárat, az több mint valószínűleg nem elájult az a delikvens, és egy sokkal közvetlenebb módon tapasztalja meg az ember, hogy kiont egy másik emberi vért, vagy egy kiolt egy másik emberi életet, akár grafikus emberi életet is, tehát egy NPC-t. De ugye ezek kompetitív játékok, tehát PvP-k szoktak lenni általában, így valamilyen szinten az agressziót egy másik emberre vetíti át. Ez a War Thunderben nagyon nem tapasztalható, hiszen több legénységi tag ugyanúgy ott van benne a járműben, viszont nem látod, hogy mi történik velük, csak sejteti a fekete sziluettből, hogy azok a repeszek őt eltalálták, de nem tudjuk, hogy meghalt-e vagy sem, hiszen azt mondja, hogy elájult, illetve harcképtelenné vált. Vér nem folyik. Hogyha netántán, amit én nagyon szerettem volna, és szeretnék is, de ez több mint valószínű, hogy sosem fog megvalósulni, mégpedig az, hogy gyalogos NPC-k jelenjenek meg a játékban, a War Thunder-en belül, ez azért nem fog megtörténni, mert az, hogy én már legépuskázom a tankommal, a harckocsimmal a gyalogost, az ismételten egy sokkal közvetlenebb erőszaktevés, hogy mondjuk így. Tehát a War Thundernek meg kell maradnia egy bizonyos berkeken belül, és ebbe beleértendő a történelmi vonatkozás is, amiről ebben a részben elkerülhetetlenül fogunk beszélni, és elég nyitottan, nyíltan próbálok nektek információt adni arról, hogy mit is keres és hogyan keres a játékban bizonyos aspektus, mégpedig a jutalmazási rendszer, a medálok, amiket megnyerhettek bizonyos feltételek teljesítésével, mint például X ellenfél kilövésével, megsemmisítésével, vagy éppen a lángoló tankoddal lősz ki közben ellenfelet, etc. etc. Ezeket a profilod alatt tudod megtekinteni, ott látható. Itt láthatod azokat a különböző kitüntetéseket, amelyeket a nemzeteknél már elértél. Minél régebb óta játszol, minél több ellenfelet,
tudtál megsemmisíteni, annál bővebb lesz, illetve minél több feltételnek megfelelsz, annál bővebb lesz itt a lista. Hogy mit lehet megszerezni, nemzetekre bontva fogjuk ezt végignézni, és az első, egyben az egyik legérdekesebb nemzettel fogjuk kezdeni, az Németország. Németországnál muszáj beszéljünk egy dologról, az pedig nem más, mint a Horogkereszt. De egy kicsit olvasottabbak, tanultabbak tudhatják, hogy ez más néven szvasztika, és ez az inkább az eredeti neve. Ez a szvasztika, hogy bekerült sajnos az önkényuralmi jelképek közé, a tiltott önkényuralmi jelképek közé, az ugye a II. Világháborúban Adolf Hitlernek köszönhető. Nagyon röviden erről annyit mondanék, hogy ez a jelkép, ez egy, mondhatni, az egyik legősibb jelképe az emberiségnek, számtalan kultúrában megtalálható. Indiában volt jellemzőbb a nyitottabb használata, ott Indiában az Indus mentén lévő vallások, buddhizmus, Kínában például ez a halhatatlanság jelképe, és meglepődtök, de még a magyar népművészetben is előfordul, tekerőlevél néven. Legtöbbször úgy helyezték el ezeket a vonalakat, hogy vízszintes és függőlegesek legyenek, bár néha 45 fokkal elforgatva is használják. A hindu változatban gyakran egy-egy pöttyöt is tesznek a szárak közé, és a nyugati világban is használták. Sokszor bizony a Coca-Cola is élt ezzel, és whisky márkák, és sör, mint ahogy látható a fotókon. Ha erről egy úgymond bővebb listát szeretnétek, hogy mik azok a márkák, illetve olyan dolgok, amelyekre mielőtt még Hitlernek köszönhetően ez egy tiltott önkényuralmi jelképé vált, ritkán látható történelmi blog.hu-n találtok egy nagyon érdekes cikket. Én is innen vettem sok fotót és forrást, én ezt mint forrás meg is jelöltem ugye a leírásban, és megtalálhatjátok a linket is, és ajánlom figyelmetekbe, hogy olvassátok el. Ha érdekel még az, hogy a náci szimbólumok hol vannak tiltva mely országokban, akkor arról is tudok egy linket javasolni, az is ott van a videó leírásban, linkeljetek rá, és megnézhetitek, hogy melyik országban vannak ezek a náci szimbólumok banolva. Aztán beszéljünk még valamiről, ami benne van a játékban, és benne is szerepel, és lesz is addig, amíg Izrael zászlajának szerves része, az pedig nem más, mint a Dávid csillag, avagy Dávid pajzsa. Ez, kérem szépen, nem önkényuralmi jelkép. Bizonyos aspektusból, ez is egy szemszögből nézve, azzá válhat, hogyha például sárgára festve, bizonyos helyre, tehát a ruházatra kötelezve azzal, hogy ő zsidó származású, erre használták ugye a nacionalisták a hitleri érában, megkülönböztessék. Na most önmagában a Dávid csillag nem kirekesztő, illetve nem önkényuralmi jelkép, ez egy nemzet jelképe, és használható bárhol ebben az aspektusban. De hogy beszéljünk ugye a lényegről. Mi az, ami belekerült magába a játékba a német érdemrendek és egyéb kitüntetések közül? Elsőként az egyik legmagasabbat említeném meg, az pedig nem más, mint a német kereszt arany fokozata. Német kereszt, azaz Deutsches Kreuz. Adolf Hitler alapította 1941. szeptember 28-án. A német keresztet két változatban adták ki, arany és ezüst fokozatban. Az arany változatot a katonai személyzetnek ítélték oda ismétlődő harci bátorságért, vagy épp a katonai vezetésben való kitűnésért, kb. 6-8 cselekmény után ítélték oda. Az ezüst változatot a háborús erőfeszítések során nyújtott több kiváló szolgálatért díjazták, és a kardokkal járó háborús érdemkereszt folytatásaként tekintettek rá. A játékban csak az aranyfokozat van benn, és mint látható, amit módosítani kellett, az a Horogkereszt helyén egy X, amit el kell érjél a játékban érte, az nem más, mint 5000 megnyert küldetés 60%-os harci aktivitással, és a csapaton belül harmadik, második vagy első helyezést kell kapjál. A jutalom ezért sajnos azt kell, hogy mondjam, csekély,
mert átváltható XP-t kapunk, tehát fejlesztési pontot, amelyet csak Golden Eagle-re tudunk érvényesíteni. Tehát megszerzése igazság szerint nem egy olyan nagy löket számunkra. A való életben ugye az X helyén egy horogkereszt szerepel, tehát a játékban nem jeleníthetik meg, úgyhogy itt ezért van egy fekete X. A vaskeresztek, németül Eisd, Eisernes Kreuz, történelmi porosz királyságban, később meg ugye az egységes Németországban is már használt katonai kitüntetés volt, alapítása harmadik Frigyes Vilmos porosz királyhoz fűződik, 1813. március 10-én alapította. A napoleoni háborúkban, aztán az 1870-es porosz-francia háborúban, illetve a második és az első világháborúban is adományozták ezt a díjat. Háború után, azonban a második háború után Németország lemondott ennek használatáról, tehát napjainkban már csak felségjelzésként jelenik meg a német hadsereg járművein. Viszont Hitler nagyon is hagyományőrző volt ebből a tekintetből, mert úgy döntött, újraéleszti ezt a vaskeresztet, és a második világháború idején a vaskereszt három osztályát adományozták. Az első, legalacsonyabb szintű vaskereszt és a legmagasabb szintű nagy kereszt közé, ugye amiről már beszéltünk, pedig beiktatták a vaskereszt lovak keresztjét, amit most átugrottunk, de majd mindjárt beszélünk róla. Első osztályú, másodosztályú vaskeresztet lehet, azaz Eisernes Kreuz Erste Klasse, Zweite Klasse. A csatában is a haszterek környékén mutatott hősies magatartásért adományozták ezt, általában katonai kitüntetésként, de volt rá példa, hogy a katonai erényeket felmutató civil személyzetet is kitüntették vele, és itt például két legyet egy csapásra. Hanna Reich, civil berepülőpilóta, ő egy hölgy, hősiessége miatt Adolf Hitler a vaskereszt első osztályával tüntette ki, és ő volt az egyik annak a két hölgynek, akit első osztály vaskereszttel tüntettek ki a második világháború idején. A játékban található verzió nem sokban tér el a valóságtól, mindössze ma már megszokott X van a horogkereszt helyén. Amit el kell kövessél, az nem más, az első osztályért 2000 játékost kell likvidálni. Itt ismét a szorzók, ez realisztikus csatában csak 1000 játékost jelent. Az másodosztályért ennek a felét, tehát 500-at. A vaskereszt lovak keresztje. Németül Ritterkreuz des Eisernenkreuzes, vagy egyszerűen csak Ritterkreuz. Ezt a hasztéren tanúsított önfeláldozó hősiességért és sikeres hadvezetésért adományozták. A lovak kereszt 5 fokozatban volt sorolva, sima lovak kereszt tölgyfalombokkal, lovak kereszt tölgyfalombokkal és kardokkal, lovak kereszt tölgyfalombokkal, kardokkal és gyémántokkal, lovak kereszt arany tölgyfalombokkal, kardokkal és gyémántokkal. A játékon belül csak 4 darab van, ami hiányzik, az a lovak kereszt tölgyfalombokkal, kardokkal és gyémántokkal. Amiben különböznek, már megszokhattuk, hogy a horog kereszt helyén egy X van, vagy egy kereszt, mondjuk így, és mint mondtam, egy fokozattal kevesebbet tettek bele. A legmagasabb fokozat eléréséhez 20.000 likvidált játékos kell, itt is a szorzók élnek, és ezért is csak és kizárólag átváltható fejlesztési pontot fogunk kapni. Itt van egy, ami a játékban abszolút nem szerepel, viszont valamilyen szinten köthető, mert kinézetében hasonlít, és valójában ez tűnik a legnagyobb rangú német kitüntetésnek, ez pedig nem más, mint a vaskereszt nagykeresztjének csillaga. Alapítása 1813-ra köthető. Az első nagykereszt csillagát 1815-ben Gebhard Leberecht von Blüchernek a Waterloo-i csatában aratott győzelmért adományozták. A másodikat Paul von Hindenburg kapta az 1918 tavaszi német győzelmeket követően, viszont a második világháborúban egyetlen egy német katona sem érdemelte ki, hiszen, mint tudjuk, a Wehrmacht nem győzedelmeskedett. Egyetlen egy elkészült példányát az amerikaiak hadizsákmányként az Egyesült Államokba vitték. A becsület szallagok. A német hadsereg becsület jegyzékét németül Ehrenblatt des Deutschen Heeres. Először 1941. júliusában adták ki, a Szovjetunió német inváziója után. A névjegyzék a harcban kivételes módon kitüntetett katonák neveit rögzítette, és megjelent a hadsereg rendeleti közlönyében, azaz a Heeresverordnungsblattban. 1944. január 30-ig csak papíralapú kitüntetés volt, ezután viszont Hitler bevezette a fizikai, hordható kitüntetést, amelyet a becsületjegyzékben megjelentek egyenruhában viselhettek.
1943. februárjában a német haditengerészet hasonló kitüntetést alapított, Ehrentafelder Deutschen Kriegsmarine, 1944. májusában pedig hordható formában, német légierő szallagja Ehrenblatt der Deutschen Luftwaffe 1944. július 5-től indult, és fizikai kitüntetést is bevezettek ezzel egy időben. A feltételei, hogy már megkapták a Vaskereszt mind első, mind másodfokozatát, és ezután ismételten harcban kitüntette magát, és bekerült a német hadsereg becsületjegyzékébe. A játékbeli megjelenéseken nem kell meglepődni, a Luftwaffe-nál a szokás szerint a horog kereszt helyett egy kis X, egy keresztet láthatunk, a Kriegsmarine becsületrenden nagyon nem kellett módosítani, viszont a Wehrmachtnak mind a két létező formájából nyilvánvalóan a kardosat választották és azt helyezték be a játékba. Amit el kell érnünk, az a Wehrmacht és a Luftwaffe esetében likvidált játékosok számának 300-nak kell lenni, itt is élnek a szorzók, ezért ismételten átváltható XP-t kapunk, 1000-1000, amiről beszélünk a kettőnél, illetve a Kriegsmarine becsületrendnél, azaz a hajósnál, ott 20.000 haditengerészeti célpontban tett kár után jár 2000 XP, melyet ugye szintén csak Golden Eagle-lel tudunk kivásárolni, vagyis kiváltani. Nos, a sebesülési elvéről túl sokat nem kell magyarázni, a németeknél már az első világháború vége óta jutalmazták a sebesült katonákat sebesülési elvénnyel, ekkor is már három verzióban, a fekete, az ezüst és az arany. Ennek kiadása folytatódott a Kondor légióval, amely a német katonák, mikor a német katonák harcoltak a spanyol polgárháború alatt 1936-39-ig. Második világháború fekete sebesülési jelvényét, fekete típust egy vagy két sebesülés elszenvedése után kaphatták, egy darabból préselték, félig mat vagy teljesen mat fekete színre volt festve, és az adományozási tasakban adományozási okirattal adták át. A második világháború sebesülési jelvény ezüst fokozata, itt már három vagy négy sérülés után kéz-lábszem elvesztése, agyi vagy arci károsodás esetén kaphatták, ez egy színezett jelmény volt, melynek hátoldala a fekete változattal eltérően sima felülettel rendelkezett, adományozási dobozban adták át ugyanúgy. Az arany fokozatot már öt vagy több sérülés elszenvedése után, vagy teljes vakság, illetve mozgásképtelenség esetén adományozták. Az ezüst változattal megegyezően módon sima hátoldala rendelkezett, viszont a háború utolsó éveiben, amikor már a nemes fémekre nagyon nagy szükség volt, több esetben fekete sebesülését festettek át, ezüst vagy arany színre az adományozás előtt. Ugye látható ez a képen is, hogy egy kicsit kopottasabb. A játékon belül, hogy mit kell megszerezzél hozzá, nyilvánvaló meg kell sebesüljél valamilyen formában. A fekete fokozatnál 200 zóna foglalásnak kell lennie, úgyhogy közben a járművet súlyosan sérült. Ezért szintén átváltható XP 1000. Az ezüst fokozatnál 50 darab likvidált járművet kell felmutatnod, úgyhogy a tiédnek égnie kell közben. Ezért 2000 váltható XP-t kapsz. Az arany fokozatért pedig likvidált játékosok számának 100-nak kell lennie, úgy, hogy a saját járművet súlyosan sérült. Ezért is szintén 2000 átváltható XP-t kapsz. A különbség a játékban, mint ahogy már megszoktuk, a horog kereszt helyén egy X látható, egy kereszt. És akkor pár szó a jelvényekről, bár ebből van a legtöbb a játékban, amit meg tudtok szerezni. Ezekről perceket lehetne egyenként beszélni. Nincs benne minden jelvény, amelyet a német hadsereg rendszeresített annó. Nyilván nincs is rá szükség, hogy például gyalogos jelvény legyen bent. Ami viszont bent van a játékban, az autentikus, természetesen az kivéve, hogy a horog keresztek ki vannak cserélve. Viszont amelyikre amúgy sem került fel, azon nem kellett változtatni. Annyi megjegyzés van még ezzel kapcsolatban, hogy a háború utáni kezdeti tilalom kicsit enyhült, és a Németországi Szövetségi Köztársaság 1957-ben újra engedélyezett számos második világháborús katonai kitüntetést, természetesen módosítva, köztük például a páncélos jelvény viselését is. Bundeswehr tagjai a sas és a horog kereszt eltávolítására áttervezett kitűzött viselhették a szalagsávon, amelyet a kitüntetések kis másolata jelképez egy mezőszürke szalagon. A játékon belül valamennyire követi
azt, ahogy az való életben is meg lehetett szerezni, de azért jó, persze természetesen eltér. Példának felhoznám a légvédelmet, a légvédelemnél a valóságban pontokat gyűjtöttek, és egy elég bonyolult pontrendszert, hogyha úgy vesszük, alakítottak ki. Itt nálunk csak szimplán egyszerűen le kell lődöznünk légi célpontokat, légi járműveket, és a saját járműnek, harckocsinak vagy légvédelemnek kell lennie. Mindegyik jelvénynél kapunk 3000, 2000, illetve 1000 fejlesztési pontot, átváltható fejlesztési pontot. A Wehrmacht szallagokról annyit, hogy mind a játékban, mind a való életben is úgymond a szolgálati időd után kapod meg. Itt a játékban a lejátszott küldetések száma, a valóságban az évek számítottak, és a mellékelt képen láthatjátok, hogy milyen formában hordhatták a zubbonyukon katonák. Köszönöm a figyelmeteket, a következő részben Amerikát vesszük górcső alá. Várlak titeket, további szép napot, jó játékot, szevasztok huligánok!